Az evangélium. Jó pásztorkép. Ugye a pásztorhoz a birkák tartoznak. Birkának lenni nem olyan nagy méltóság. De itt azért másról van szó. Az akkori pásztortársadalomban a nyáj a legnagyobb kincs volt a pásztornak. Ha nyája volt, volt ruhája, élelme, mindene. Amikor Jézus úrunk azt mondja, én vagyok a jó pásztor, mi meg a nyáj, ha az akkori fejjel gondolkodunk, akkor a nyáj nem megalázó lét, hanem kincset jelent. A jó pásztornak kincse a nyáj. Itt az ember méltóságáról van szó, hogy annyi butaságot mondunk mindenről. Jó, hogyha ez úgy bennünk maradna. Isten személy szerint az Úr az én pásztorom, nincsen semmiben hiányom. Ismerjük a 23. Zsoltárt. Kövér legelőkön ad helyet tanyázni, és fölödít a tiszta vizek forrásánál. A halál sötét völgyében is ott jársz velem. Ez a nyáj lét. Az Isten szemében kincsek vagyunk, mint nyáj. Az örökké valóságon át is. Aztán a másik gondolat, amit aláhúznék, ismerem enyémet, és enyém is ismernek engem. Ismernek engem. Látjuk, hogy sokan nem ismerik. A hit hallásból ered. Hogyan ismernék meg, ha nem hirdetjük? Nagyon leleményesnek kell ebbe lenni, családi körben is. Aztán tovább, amit szeretnék aláhúzni még ebből a szövegből, meg még valamit. Ez a legkedvesebb szavait közé tartozik számomra Jézusnak. Azt mondja az Úr Jézus, azért szeret engem az Atya, mert odaadom életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Életemet magam adom oda. Testvéreim, az egyetlen boldog élet, az odaadott élet. Akár házasságban, akár szerzetességben, vagy papságban él az ember, vagy magányban van. Az életemet mindig odaadhatom, van kinek. És a boldogságnak a leglényege, életemet magam adom oda, és nem úgy veszik el tőlem. Amikor valaki visszalopkodja magát a saját házasságából, boldogtalan lesz ő is, meg a párja is, meg a gyerekei is. Ha valaki újra meg újra megújul ebben a szándékban, életemet magam adom oda, és nem úgy veszik el tőlem, ez a boldogságnak a titka. Testvérek, a jó pásztorkép, többen a jó pásztor képe Istent mutatja. És jó pásztornak lenni, mindnyájunk közös hivatása, akármilyen életállapotban is szolgálunk. Akár családos emberként, akár cölöpsz emberként,
mindnyájunk hivatása ezt a jó pásztort megjeleníteni. Mint édesapa vagy édesanya, pap szerzetes vagy magános ember. Közös hivatásunk, hogy a jó pásztor képét hordozzuk, és az Atya Istent jelenítsük meg. Életemet magam adom oda, és nem úgy veszik el tőlem. Amen.